az a kezdés, amivel neki kezdtünk a mérkőzésnek gyakorlatilag 9-1, ha jól emlékszem, az álomszerű volt, az nagyon-nagyon lendületes volt, nagyon jó volt. Utána sajnos olyan technikai hibákat követtünk el támadásban, amivel föl tudtuk hozni az ellenfelünket. Ez bosszulta meg magát gyakorlatilag. Az újabb erős ellenfelet sikerült legyőzni a bajnokságból, eddig nagyon jól szerepelt az FTC. Hogy látod a csapatnak a fejlődését, a haladását összességében eddig? Csapat fejlődésével tulajdonképpen nagyon nagy, hogy is mondjam, kezdeni valunk nincsen. Szépen játszunk, jól játszunk, most is látható, eljutunk 39 lőtt gólig. A rengeteg technikai hibánk ellenére is a védekezés az, ami nagyon bosszus. Nagyon rossz helyzetbe hoztuk a kapusainkat, mind a kettőt, tehát nagyon-nagyon könnyen tudtak gólt lőni az ellenfél játékosai. Ez gyakorlatilag azért nem megengedhető. Addig, amíg tudjuk ellensúlyozni a támadásban, akár könnyű gólokkal is, addig ez így rendben van, de ezzel hosszú távon nagyon-nagyon sok munka van, még nagyon sokat kell dolgoznunk. Az erős kezdésnek köszönhetően tudtuk tartani így a gólokkal a mérkőzést. Engedtük feljönni őket, ez nem jött jól így a második fél időre, viszont utána higgadt játékkal, kicsit megnyugodva megtoltuk az eredményt, és így eredményesek tudtunk lenni. Mert őszi szezon vége felé járunk, és mindig 100%-os a csapat, de hogy látod az eddigi menetelést, hogy tetszik neked? Hát nagyon örülünk annak, hogy eddig minden meccsünk veretlen, viszont ez nagyon nehéz tartani. Egyre jobban nő rajtunk a nyomás, és ez látszik is kicsit a meccseken most már, viszont nem hagyjuk magunkat ennél, és mindig a cél az, hogy minden meccset megnyerjünk.